Válaszom ezt a két edényt innen, mert sziki. Basszus, ebben van csirkecsont. Megvárom, még elmész. Azt mondtad, én nem szólalunk meg. Állíts le! Igaz. Mindegy. De nem, állíts le újra. Nem, most már megy. Nem, ebben benne van például a tyúk feje. Ennél te tyúk fejet? A tyúknak a tyúknak... Vidd már innen! Miért nem ennél? Basszus, régen anyám megfőzte a tyúknak a fejét, nézd meg. Ez a feje. Vidd már innen! Tedd vissza! Ez tyúk fej. Látom, apa! Hát ez most nem mint amikor Magyar Orsi Csaba volt, azt hiszem citruson, vagy nem. Hagyjuk már ők, jó? És nem most, áll! És az egyik a barátom ebbet bírtka szemet. Nem áll. Na, ezt ki kell vinni a macskáknak. Ezt az egyik meg elveszem, csak úgy a ciki, hogy ott van. Ettél levest? Igen. Finom volt? Uh-huh. Jó van. Nem akarod bevinni és megmutatni? Nem. Inkább azért papír zsebkendőt, mert igen, mint az orvon. Bocs, de a film előtt megtehettem volna. Minden megtehettél volna a film előtt. Jó, de már bekapcsolatom a kamerát, mert nem érdekel. Tudod, hogy mennyire foglalkozok azzal, hogy éppen mi megy. Bocs. Csak egy picit, hogy odaférjek. Meg ezt ide készítem, mert... Mondtam egyáltalán, mennyi pontos felvételt írtam? Na, pont ez lett volna a téma az egyik. Picit alébrúz. A tejbe grízed el. Van egy olyan együttes, hogy tejbe zri. Ismered? Nem. Hogy ismernéd? 1980-as lemez, 1-2-3 start. Azon van rajta a tejbe zri. Jó, itt vagy. Köszi. Mi a baj? Annyi mondtam, hogy köszi. Ja, az hittem, hogy zavarra kifújtam az orrmat közben, hogy eszel. Te, mi az, ami zavarna evés közben, amit én éppen csinálnék? Nem tudom, megvesz. Micsoda? Megvesz. Az most nem áll, Bencsó. Az, hogy zavarna. Valaha vertelek meg most. Nem, az poén van. De nem, ez nem poén. Valaha emeltem rá a kezed? Akkor meg mi a f***nak beszélsz ilyesmire, hát, hülye? Azt kérdezem, mi zavarna, hogy... Látod? Mi zavarna? Te miattad kell, hogy igyak. Megkérdezted, mi zavarna evés közben? Én meg csak válaszoltam. Azt kérdezted, hogy evés közben... De miért pont ez jut a eszedbe, basszus? Mit tudom én? Soha az életben nem emeltem se Leventére kezed, se rád. Veled ellentétben, figyelj, nyúj ide, itt van, és nézd már, húzza a fejét, mint hogyha a rutinból verném. Nyúj ide. Ide, velem? Itt van. Itt van. Ne! Hagyjál, apa! Hatalmas nagy sérülés van a fejemen, engem most a halpám hulladéslegen... Nem kapcsolom, hogyha most ezt elmesél. Jó, oké, nem mesélem. Jó van, fejbe vág. Fejbe vágott, az kész. Figyelj, mentők vittek el, meg a többi. Lényegtelen. Valaki hovább, igen, hogy sírja magam az előtt. Na. Na, például ez zavar, és közben. Ezt a végén meg kell mutassam. Most osztottam meg a Facebookon, hogy mi ez. Ezt te mutattad nekem, ezt az oldalt egyébként. Na, a gyöngyös tarjáni lazító fogyóban van, és ugye a tegnapi láncfűrészes filmben is megjegyeztem, hogy hát valahogy ennek teret kellene biztosítani, ahogy a nagyrédei rozénak is, mert ugye nagyrédéről kaptam 2 liter rozét ajándékba, az is igen-igen finom volt. És most ugye kiderült a tegnapi filmben, és a kommentek között, hogy hát mert ugye nekem a Kristóf nem árulta el, hogy miféle bort hozott nekem ajándékba, a pálinkább ezzel igen, azt mondta, hogy mi. De a borról nem mondott semmit, csak láttam, hogy piros meg fehér, de aztán ugye a kommentekből kiderült, hogy miről van szó. És én azt mondom, tegnap ebből itt nem egy fél pohárral, én nem szoktam vörös bort inni,
Na. Bepromózhatom majd a... Mindent. A... új Minecraft-os csatornánkat. Hát én nem tudom, hogy van-e erre szükség szerinted. Minecraft, szerinted van még létjogosultsága? Jó, tudom, ennek a csatornának egyébként pont attól egyedi, hogy az a sablonja, vagy a sablonja, az a szlogénje. Ennyi elég is, nekem egy bőrökborból ennyit több. Az a szlogénje, hogy ez a világ legsablonabb csatornája. Banjo! Én nem vagyok benne biztos, hogy jó. Neked egyébként szerencsét. Ettől leszed egy. Neked marha nagy mátod van, azért, mert a csatornád elérte az 1000 feliratkozót, és ugye neked már megvan az a 4000 perces megtekintés, hogy mi a franc, hogy február 20-a határidő, ugye? Nincsen meg a 4000 órás megtekintés. Nincs? Na, hogy lehet a néven? Hát, apa az rengeteg. Miért lenne olyan rengeteg? Hát nálam... Neked van valami 36 millió perc. Jó, és az 4000... Akkor te 60-nal. Nem tudom, jó, mindegy, de neked megvan már az 1000 feliratkozó, tehát neked már van esélyed benn maradni a YouTube partner. Nincs? Mondom, nincs meg a 4000 óra, akkor hogy lenne esélyem? Egy pillanat, 4000 óra megtekintés összesen? Igen, de egyébként meg fölösleges lenne a partner programba, mert havi mennyi? 50 forintot keresek? De nem is csinálsz filmeket. Persze, hogy nem csinálom. Nem töltesz fel a filmeket, persze nem hallom. Elvileg majd most tanában esetleg lesz, mert... Igen, akkor én most én is elmondom, hogy mi várható a YouTube csatornán. Vlog, gameplay, újdonságok, unboxing, and boxing. Mi van? És lesz vlog meg gameplay. A gameplay az, és hogy miért nem volt mostanában film. GTA 5. És hogy miért nem volt mostanában film, azért nem volt, mert depressziós voltam, alkotói válság is voltam, és most már jelentkezni fogok sűrűbben, sokkal sűrűbben. Napli vlog, és a napli vlogon belül beszámolok a délelőttömről, a délben, az ebédről. Az nem vlog, azt tudod, az vlog. Mi? A vlog. Az már nem vlog, az már vlog. Hogy hívják, amikor tudod, lassul loggol? Vlog, tehát loggol a vlog. Mi van? Mindegy. Azt is el fogom majd mesélni, hogy mit ebédeltem, volt székletem, utána a mosdiba, ja, tönkrement a mosógépünk, azt tudtad? Tudom. Mosógépszerelőt kell hívni. Csapány. Mindig szalik az ördög valamit. Na, visszatérve egy gyöngyös kaljáni, lazító. Finom. Mi volt? Igen, az enyém elfogyott, a fehér barom elfogyott, Kristóf. Apa, mi volt a meglepetés? Meglepetés? Azt mondtad, hogy meglepetés lesz, amiről beszél. Én? Hát én számodra nem vagyok minden nap egy meglepetés? Minden reggel, amikor fölébredsz, érted? Csap bele az ortörlődet, Amerika, okos gyerek legyél, de ne túlzák. Ja, felvételi pont határ. Na, hogy sikerül? Te beszélsz. Úgy. Pontosan. Ne legyél elkeseredve. Lett először 37 magyar és 22 matek, aztán kaptam még a matekhoz plusz egy pontot, tehát 23, meg a magyarhoz plusz 2-t, ami 39. És a vonókaiba duplán számolják a matekot, ami azt jelenti, hogy 46 a matek, a magyar ugye 39, ami összesen mennyi, és szuper. Na, én most erre azt mondom neked, hogy... Az egy dolog, hogy milyen a rendszer, de nem hiszem, hogy most meg kéne rettenned attól, hogy mert hát úgy értékeled, hogy alacsonyabb az értéked, mint másoknak? Vagy mert mi van? Anyától hallottam, hogy voltak ilyen 38 pontszámok, meg ilyenek. De ez több embernek is, vagy az átlagnak, vagy csak kettőnek? Vagy a matek átlag 24. Na, ezért mondom, hogy szerintem igen magasra tettél a mércét. Úgyhogy nincs miért elkeseredned, hogyha te ott abban az iskolában szeretnél tanulni, akkor
meglátásom szerint ott fogsz, mert te jó poponya vagy, ez az egyik. A másik, akkor sincs semmi veszve, ha ugye nem ott sikerül, mert Budapesten is találtál egy új iskolát. Igen. És hát már amikor ott voltam a második fordulón, akkor is néhány dolgot mondtak arra az iskolára, például, hogy az egyik versenyen, valami mobil alkalmazás fejlesztő versenyen az országos döntőben tavaly ötödikek lettek, most meg szeretnének elsők lenni, és... Ötödikek voltak? És most meg szeretnének elsők lenni? Bocs, igen? Ennyi. Például ilyet is hallottam, és ez tök jó. Ez a továbbtanulás, meg ez a felvételi ponthatárok, engem akkor, amikor annyi idős voltam, mint te, nem érintett, mert engem elküldtek szakmunkásképzőbe. Fiam, tanulj egy szakmát, legyen jó szakmás! Basszus, alkoholisták között kezdtem. Na mindegy, nem is dolgoztam abban a szakmában. Persze, rájöttem, hogy később mindenki rájön, tehát hogy mi az élet célja, már ha nem, akkor mit tudom, rögtön annak tanul, amit szeretne. Hát én átmentem vagy 20-30 szakmán, mire tudtam, hogy mi az, ami nekem való, meg mi az, ami kézre áll. Tehát én 20 évet lehúztam az informatikával, a számítástechnikával. Picsit az iskolákról visszatérve egy pillanat, csak hogy vicces dolog, poén, hogy bár nem biztos, csak az egyik tanár mondta az iskolában, hogy ugye... Te mondtad, hogy vicc lesz, már csak egy kicsit ráhangolódtam, tudod? Ez annyira az nem vicces. Na. Mondjad már, na. De nem tudom. De na, no, na. No. Szóval... De miért baj, ha az embernek egy kicsit, hogy mondjam, jó kedve van előre? Szóval te harangoztad egy vicces téma. Na, szóval azt mondta az egyik talán az iskolánkban, hogy rád. Na. Na jó, ez nem a testotornát, az való. Mert mondj egy példát, hogy mi az, ami az én csatornámra való. Semmi. Figyelj, most. Ne, mondd már el az előző történetet, mondd már el! Meg fogom maradni a combodat, hogy maradj itt! Na! Várjál! Maradj már! Maradj már! Akarsz egy combost? Na, akarsz egy combost? Akkor ülj már el vissza, és mondd már el az előző történetet! Nem! Meg fogom maradni! Akkor csiki! Elfogyott a levegőm. Jól van. Ne. Mi az előző történet? Pont határ. Az nem is az volt az előző. Mindegy, mi volt, valamiben belekezdtél. Nem biztos, de... Szóval úgy volt, hogy a második fél évben az iskolánkban elnapló lesz. És... Ez mikor fog folyni belőle? Kérdezte az egyik gyerek a matek órán. Igen. Nem elég, de most komolyan, fejezd már be! Visszaöntöm. Mondd már el! Nem már! Mondd már el! Légy szíves! Kérlek szépen! Csiki! Mondd már el! Csiki! Csiki, behozom a nyugat! Pinnicepröcke! Behozom! Hol van, na? Visszaülök. Jó, basszus. Nem áll, Benzsó, beütött, behánsz. De most komolyan. Hogy lehet most, ennyire kiszúrsz a nézőkkel? Mit akarsz elmenni? Mi a szándék? Szóval! Ha befejezed! Te mondtad, hogy vicces. Ez nagyon tetszett egyébként. Ez jó volt. Tényleg jó?
magyarul? Nem jön belőle. Hát lehet, hogy nincs benne. Utal. Megkóstol. Egyébként én nem bírom ezeket a cuccokat. Mindenféle ilyen mesterséges szutyolmány. Nem szoktam ilyesmit enni. Na! Na már! Elkem a telefájon nem illik. Mondd már azt a hittes polit. Ja, ennyi. Lényeg. Nem történt tragédia, nem történik tragédia, ha nem vesznek fel a bolondkaiba. Megmondom neked miért. Kettő dolog van. Az egyik, amit az ember elméje gondol, hogy mindig jól kell sikerülnie, de én a saját életemből tudom, hogy soha nem úgy sikerül semmi, mint ahogy elterveztem. A másik, Isten. Isten által eltervezett, megtervezett életed van, biztosít neked egy jövőt, de te a pillanatilag soha nem látod, hogy miért jó ez neked, vagy miért rossz. De lehet, hogy rosszul gondolod azt, hogy ez nekem rossz, de egyébként jó, de arra majd csak később fogsz rájönni, stb. Tehát nem tragédia, hogyha nem érted el a ponthatárokat, és nem fognak a borongaiba föl. De szerintem fölvesznek, tudod, hogy miért? Mert magasra állították a mércét, a lécet, és nem tudom, azt kérdeztem anyától, hogy mekkora túljelentkezés ülő oda, ő azt mondja, hogy 6-szoros. Ez igaz? De minden iskolában van túljelentkezés. Blátiba is van, ami 3-szoros a túljelentkezés, vagy 4-szeres, vagy 6-szoros, vagy 7-szeres, nem tudom. Jó. Egészségedet. Az mi a... Tehát az a legfontosabb, hogy itt bent a fejecskédbe, hogy te valójában minek szeretnél tanulni, érted? Tehát, hogy megtalálod-e azt az iskolát, ahol megkapod azt a képzést és az oktatást, amit te szeretnél. Ennek a videónak mi lesz a címe? Ennek a videónak mi lesz a címe? Ami megy a háttérbe. Te milyen címet adnál ennek a videónak? Hát mi van a háttérbe? Mondd el te! Na, ez a címe. Jó, de ez olyan. Azt hogy kell leírni? Igen. Akkor ez lett a címe, jó? Hát ezt elemezni kéne, mert először az jön, Jó, akkor ez lesz. Jó? Zárjuk le, és utána menjünk tovább. Ez lesz a videó címe. Szóval visszatérve az én is valamon, hogy úgy tervezték, hogy a második fél évben lesz egy napló, valószínűleg lesz is, ugye? És a matek órán voltunk, és kérdezte az egyik srác, hogy behozza a naplót. És akkor mondja a tanár, hogy nem kell, mert már e-napló van. Aztán gondoltam, hogy megnézem, hogy már tényleg e-napló van, ilyen gyorsan megcsinálták, felnézek az oldalt, sehol még nincs bejelentkezés hozzá. Ez csak egy kis poén, hogy elvileg van e-napló, csak nem lehet bejelentkezni. Basszus, nem állnak, most rácsöppent a pólómra! De itt a pohár, basszus, miért nem ebből iszol? Nem tudom. Nem, valahogy, nem tudom, jobb. Nem áll! Maradj! Mert csiki-csiki lesz. Nem áll, Benzsó, tényleg, gyere már vissza, légy szíves! Komolyan! Így már nem tudom. Állat, tényleg, iszok pohárból. Jó, akkor... Gyere vissza, iszok pohárból, gyere rám vissza, pohárból iszok, tessék, pohárból iszok, gyere rám vissza! Így voltam el, hogy így csinálni a filmet. Jó, rendben, akkor viszont oda rakom a kamerát, hogy onnan lásson. Hát ilyen nincs.
innen már csak úgy tudok visszamenni, hogyha kimászok most. De az én nem kell. Ja, maradnál ott. Vagy már, megy ő vissza, vagy valami. Hát... Csak hát nem látszod, hogy az arcod, az meg fontos. Jó, maradj ott. Nem fogsz fölfázni? De maradjok itt akkor, nem? De nem hideg? De. Jaj. Basszus, akkor ülj már vissza. Jó, viszont. Hát ennek nem volt semmi értelme. De volt egy értelme, hogy most nem ígérdek vissza, és el tudok megülni. Na. Üdvallé. Bencsó! Nem már! Beülsz? Basszus! Beülsz? Nem, én szoktam így. Én mindig kívül ülök, ezt tudjad. Menjél be! Na! Jó, csiki! Au! Menj be! Milyen au! Menj már be, légy szíves! Nem tudtam a légy szíves! Na, basszus! Na, felvételi mondhatárok, iskola! Izé, megváltozott! Látogatás! Elmondtam meg. Nem! De elmondtad már! De te nem mondtad el, hogy mi volt az a vicces valami. De elmondtam. Mi volt az a vicces valami? Hát, hogy van elnapló, de nem lehet bejelentkezni. Ez mitől vicces? Hát nincs hozzá bejelentkező nap, és úgy van elnapló, érted? Mitől vicces? He! Mitől vicces? Én, hogyha bármi, ami vicces... Nagyon jól figyelj, és egy életre jegyezd meg. Bármi, ami vicces... Az nem vicces. Nem. Én azon biztos, hogy nevetek. Jókedvűen, gurgulázóan, akkor, szívből. Akkor legyek. He. Ez nem volt vicces. De. Nem! Nem volt vicces! Várj, keresek egy vicces dolgot. Mesélek egy vicces dolgot. Én vicces vagyok. Mesélek egy vicces dolgot neked, ami lehet nevetni. Ezt figyel. Ez kínos volt és nagyon kellemetlen. A Robi barátom, akinek az anyukájánál laktam albérletben, lementünk együtt kutyát sétáltatni, és neki volt egy miteszere itt, valahol az orra alatt, és szerette volna kinyomni, tehát ilyen gennyes valami, érted? Egy kis pattanás, vagy nem tudom minek hívják ezt. Oda ment egy autóhoz, miközben én tartottam a kutyát, amelyik éppen egy másik kutya után akart szaladni, alig bírtam visszafogni, meg szarni akart, meg húgyozni. Érted? Mert már minden baja volt, meg minden kínja volt. És akkor még nem kellett... Ott egy autó. És akkor még nem kellett felszedni a kutyaszart. Tehát ez az időszak volt, a 90-es évek. A Robi odalépett egy autó. Tehát teljesen izé vagy gárgyú. A Robi odalépett egy autónak a visszapillantó tükréhez. Akkor én is, jó? Így fogom elmesélni. Jó? Odalépett az autónak a visszapillantó tükréhez. Belenézett, és így elkezdte így kinyomkodni. Most már nem tudom melyik oldalon volt, de egy a körmeivel, tudod, hogy a genny kijöjjön belőle, és akkor így oda nézett, és az autóba a vezető ülésen, a kormány magad, ott ült egy hölgy, aki elképedve nézte, hogy a Robi oda lépett az autóhoz. Jó, várj, én nem akartam nevetni. Aki odalépett az autóhoz, és a gennyet próbált egy kipréselni egy pattanásból az autó visszapillantó tükrében. Hányszor mondod? Szerintem ez vicces! Ezzel lehet nevetni! No, nem várj, nem ér. Ezzel lehet nevetni, érted? Azon, amit te mondtál, hogy elapló, ide meg oda, azon nem lehet nevetni. Na, ugye? Érted? Ezért nem vettek fel oda. Na meg kis lopat. Ne, te poronka is lesz. De videóznom kell. Tudom, de poronka, de már, de ne így legyen már vége egy videónak, ülj már le és köszönjél szépen. Ülj le és köszönjél szépen a nézőktől. Nézd meg, eddig kibírták, ülj le. Azon ja, nem azt mondom, hogy sziasztok, akkor meg elkezdtem. Nem. Illedelmesen. Nézd meg, kibírták ezt a pár percet. Egyenes Geri, nézd meg, hogy néz ki. Üljél egyenesen. Egyenes gerincsel. Magyar ember, magyar gerincs. Viszont látásra, mondjad szépen. Egészséget, erőt. Tisztelnek. Csak.
Na ne már, Benjo, valami komolyabban. Cső! Milyen cső? Hánycolos? Érted, félcolos, vízvezetécső, vagy műanyag cső? Háromcolos cső. De műanyag? Vízvezeték? Nem, fém. Gázvezeték? Az gázvezeték. Gáz, mi? Ez elég gáz. Beütött, behánsz te! Vali, én... Miért nem köszönsz el a nézőktől? Megérdemlik a nézők? Nem. Mutasd meg nekik, mi megy a háttérben. Vedd le a kamerát, azt mutasd meg. De nem engedsz ki, nem. De, most már meg. Menjél. Oké, Azt lehet, hogy meg vagyom anyának. Vedd már a kamerát, csak a állványról vedd le. Mutasd meg azt, hogy mi megy nálam. Megosztottam a Facebookon egyébként. Így fogok vinni. Vlog. Jó. Tehát így vlog. Lesz ma a gameplay, meg vlog. Jézusom. Na jó. Hova? Erre fel kell készülni, hogy 3, 2, 1. Yes.